Herbert Rappel. De no kellé! Újra meg kellett csinálni ezt. Úgy érzem, TikTokon is meg kell mutatni az embereknek, hogy minkre képes. Pénzgyárosok. Tehát te vagy John D. Rockefeller a 19. század végén és hatalmas gondokkal nézel szembe. Az ipari forradalom tombol és egy hatalmas olajbirodalom tulajdonosa vagy, de egyszerűen nem találsz elegendő bérmunkást ahhoz, hogy a gépezeteid zökkenőmentesen működjenek. You Rockefeller in the late 1800s, and you have a big problem. It's the Industrial Revolution, and you have this giant oil empire, but you simply can't find enough wage slaves to keep the wheels turning. Unlike today, where you can just make a job post online, and a bunch of educated laborers will come flocking your way, back then, most of America was rural. Most of America lived simple lives on farms. They were homeschooled, they went to schools ran by churches. They didn't know how to work a factory job, or at an oil refinery. They weren't conditioned to clock in and out. So you needed a way to educate the population on a massive scale? A munkaidőhöz kötött tevékenység végzéséhez meg végképp nem voltak hozzászokva. Szóval szükséged volt egy olyan módszerre, amellyel tömeges oktatást biztosíthatsz az embereknek, hogy neked dolgozhassanak. De nem akarod, hogy túlságosan műveltek legyenek, ugye? A tudás ugyanis veszélyes. However, we don't want to educate them too much now, do we? Remember, knowledge is dangerous. There's a reason why slaves weren't allowed to learn how to read or write. Nem véletlenül volt tilos a rabszolgáknak olvasni vagy írni megtanulni. So if you're gonna educate the masses, you have to tread very carefully. Tehát ha tömegeket akarsz oktatni, nagyon óvatosan kell eljárnod. Teach them too much and they'll become too ambitious, too independent. Ha sok mindent tanítasz nekik, túl ambiciózussá válnak, függetlenek tőled. Nem mondod. They'll think for themselves. They'll become your competitors. Instead, you want to teach them just enough so they can keep your empire running with a happy, obedient smile on their face. Ehelyett csak annyit kell megtanítanod nekik, hogy képesek legyenek a birodalmadat boldog engedelmességgel működtetni. Oké, most beavatlak titeket ebbe, hogy ő most mit csinált, jó? Szóról szóra lemásolta ezt a videót, méghozzá szerintem tudom is, hogy hogyan. Na erre az oldalra, hogyha beírok egy YouTube videót, akkor a scriptjét ki tudom szedni. So you're John D. Rockefeller. És így ki tudom másolni az egészet. Kimásolom, belépek a ChatGPT-be, de több mint valószínű, hogy az emberünk csak azt csinálta, hogy megfogta ennek a videónak a scriptjét, és vagy szóról-szóra lefordította, vagy a ChatGPT-be fordította le. Most erre akarok egy választ kapni. Szeretném, ha... Tehát te vagy John D. Rockefeller. Na, nézzük az elejétől. Tehát te vagy John D. Rockefeller a 19. század végén és hatalmas gondokkal nézel szembe. Az ipari forradalom tombol és egy hatalmas olajbirodalom tulajdonosa vagy, de egyszerűen nem találsz elegendő bérmunkást ahhoz, hogy a gépezeteid zökkenőmentesen működjenek. Na most csináljuk meg ugyanezt a videót, most a külföldit lenémítom, és most felolvasom én ugyanilyen hangon. Hogy ebben megmutatom, hogy milyen kurva sok munka van, hasonló képeket kell keresni, hogy nem a videót lopjuk le, de rátok bízom, hogy az mennyi percbe tellene 18 perc anyagból random képeket kiszedni, vagy másféle képeket, vagy anyagokat találjátok hozzá. Szerintem nem sok idő, mivel ahogy nézem, ő kb. Csak képeket rakott be, míg a külföldi ember, akitől lelopta, az elég sok videót is tett be, meg ilyenek. Ő azért több munkát tett bele. Na, figyelj. Tehát te vagy John D. Rockefeller, a késő 1800-as években, és nagy problémád van. Az ipari forradalom dúl, és óriási olajbirodalmad van, de egyszerűen nem találsz elég bérmunkást, hogy tovább tartsd a működést. A mai napokban csak az álláshirdetést kell kitenned online, és sok képzett munkás jön hozzád. De akkoriban az Egyesült Államok nagyrészt vidéki volt. Az emberek nagyszerű életet éltek a farmokon. Otthoni oktatásban részesültek, vagy egyházi iskolákba jártak. Nem tudták, hogyan dolgozzanak egy gyárban, vagy olajfinomítóban. Hát igen, ez ennyi munka van az egészben. Kimásoltak szóról szóra, és beírta egy fordítóba, vagy egy AI-ba, vagy mindkettőbe esetleg, és átírta a saját szavaira. Tehát te vagy John D. Rockefeller. Igen. Nézzük tovább, hogy ami felesleges tovább nézni szerintem. Ez, ide az sincs leírva, hogy melyik videó alapján készült, mit az inspiráció, és amúgy egy olyan videót másolt le, aminek 1 milliónál is több megtekintése van, és a csatornát is majdnem 2 millió ember követi. Nem tudom, hogy gondolta azt, hogy ezt nem fogják az emberek észrevenni. Hát ez nagyon gáz.
Nem tudom, ki vagy, és hogy hoztál össze ilyen jó videókat a semmiből. Nagyon örülök, hogy vannak még új arcok a magyar YouTube-on, akik képesek valami újat és értékelhetőt alkotni. Na hát ez a probléma, hogy az emberek még el is hiszik azt, hogy ezt te csináltad, pedig itt nem te csináltad a kutató munkát, se semmit nem csináltál meg. Konkrétan szóról-szóra le van fordítva az egész videó, és szerintem, hogy bárhova tekernék benne, ez így lenne. Ez 1000%. Gratulálni tudok megint a pénzgyárosoknak. Eddig csak pénzgyáros volt, nem? Csak simán. Eddig nem csak pénzgyáros volt? Most már pénzgyáros sok. Most már többen csinálják ezeket a videókat. Hát ez zseniális. Ki csinálja ezeket a szar videókat? Transparent Tomival. Ki a faszom az a Transparent Tomi? Hogyan keres? Szia! El sem fogod hinni, hogy ezek a srácok több mint 1000-1200 vagy akár 1800 dollárt kerestek csak azzal, hogy a Google News-t használják. Ez nem AI hang. Ez fixen nem AI hanggal csinálták, bro. Csak rá van rakva valami Nvidia faszom filterst. Én is meg tudom csinálni, várjál már. Hello, ez itt a pénzgyáros csatorna. Ma azt fogom nektek megtanítani, hogy hogyan lehet 600.000 forintot szerezni azzal, hogy feltöltötök egy képet a weboldalunkra a seglyukatokról. Az első lépés, fotózd le a seglyukadat. Második lépés, küldd el a képet a pénzgyárosok@gmail.com e-mail címre. Hát igen, ezt amúgy szerintem nyugodtan reportolhatja mindenki. Tehát, te vagy John Deere. Nyugodtan küldöm be a két videót, jó? Várjátok egy másodperc. Itt van. De még az indexkép is, konkrétan a két indexkép. Most nézd meg. Teljesen ugyanaz, szinte. Fú, csak le van máshol az egész. Ott az első videó, és itt a második videó, és be tudjátok reportolni. Csináljátok velem, jó? De az a baj, akkor meg átfog, igen, akkor átvisz arra, hogy a copyright ownerre reportolja. Szóval ezt hiába reportolod. Akkor azt kéne csinálni, hogy annak az embernek, aki csinálta ezt, van neki Twitterje? Hogy ne lenne? Na, akkor mondom, hogy mit kéne, bekövetem, rátvítelek, hogy ez a gyerek szóról-szóra lelopta a videódat, rátvítelek, ti pedig retweeteljétek, meg belájkoljátok, jó? Lájkoljátok, meg retweeteljétek, hogy észrevegye a fickó. Megtegelhetnétek itt alatta a Jake Trent, de ne olyan sokan, jó? Csak egy 10 ember, hogyha mondat tegeli, akkor már észreveszi. Csak 2000 követője van, szóval biztos észre fogja venni. Nem tudom, mennyire használja a Twittert mondjuk. Így most már reméljük, hogy el lehet tüntetni ezt a videót, mert ezek nagyon felkúrnak engem, hogy valaki konkrétan telibe lemásolja másnak a munkáját. Ez undorító dolog, és nem elfogadható szerintem semmilyen formával. És erre használják az emberek az AI-t, ez itt a probléma, hogy erre van használva az AI, mert ezt fixen AI-jal csinálta szerintem, mert ugye legkönnyebb ezt megcsinálni. Átírja az AI magyarra az egészet neked. Másodpercek alatt tényleg. Mehet rá a dislike. Hát a dislike-a sokra nem mész havert, hiába dislike-oljátok be. Az nem visszajelzés számára, mert itt, mint látod, így az a baj, hogy ezeket a videókat megcsinálják, és így be tudják vonzani az embereket, hogy befizessenek a szar MLM-jükre, vágod, meg a sok hülyeségre, amit kiraknak. Figyelj, tök mindegy, amúgy is csak embereket szkemmelnek le ezen a csatornán, meg ilyen hülyeségekre beszélik rá őket, amik nem fognak működni, meg ilyen Shopify, dropshipping, üzleti titkok, hogyan lehet sok pénzt szerezni, és az összes átbaszás, a legtöbb, mindegy, CapCut-tal 40.000 forintot naponta meg ilyenek, és ezzel csak ők keresnek pénzt, mert az ő linkjükön mennek rára sok szarra az emberek. Ezzel csak ők keresnek pénzt, hogy rákattint a sok idióta az ő linkjükre, és közel sem annyit, mint amit ideírnak. Ezt most megmondom nektek. És is lesz arra a YouTube. Nem hiszem. Lehet, hogy mást is lemásoltak amúgy, mert itt is van Nestlé, a világ legrosszabb vállalata. Nézzük meg ezt. Nestlé, the most evil business. Jake Tran. Fiel, tuti, ne csinál. Még ugyanannyi másodperc az egész. Mondjuk ott vagy az 1970-es években. Te vagy a csecsemő tápszer feltalálója, amely egy életmentő találmány a kisbabák számára, akiknek az édesanyjuk anyateje elapadt. So you're Nestle in the 1970s. You're the inventor of baby formula, a life-saving creation for babies who, for whatever reason, can't breastfeed from their mothers. Minden videóját, minden... Lehet update-elni a tweetet. Hát szerintem, ha ránéz a csatornájára, nem magyarul, még így is. Így keres 35.000 forintot egy nap alatt pusztán játékokkal játszva. Hát én ezt már csinálom egy pár éve. Igen, pont az a játékokkal játszani, gondolom, igen. Nem, te ritka potahod. Egy járőrkocsit minimum. Ez kurva jó. Igen, történt. 3 óra hosszája itt másztal lefel, meg leül a lépcsőre, meg itt zarándoskodik.
Ilyen nincs a világban, hogy egy magánlakás előtt sátrat vernek. Takarodj a kurva anyában! Tényleg megölne! Tehát van bűncselekben, mint a kuzi! Zseni, zseniális. Faszom, hogy itt kusba legyél az egész család, mert jaj kapoknak! 3 órája itt ül, mind a megbeszélés nélkül! A kurva anyjába, ilyennek legközelebb, kéz torokoz kész! Védtem a családom meg a magántemzetemet, kurva eget bár, körbehugyáljam a lépcsőháza! Faszom, ki van már ezzel? Igen, itt van mellettem, itt mondom. 3 óra hoztája, itt van. Kevereg a lépcsőházban egy kopácsol. Uh-huh. Kiszólunk, hogy takarodj már innen. Az kohog tovább, ugye? Valaki felismeri, írja meg nevét, címét, most már beszélni akarok valamelyiknek az anyjával, hogy lássam, hogy ezek meg mi bajuk. Anyilag, hogy ki az a bűje, aki nem egy máshoz? Na, ki lehet? Itt vagyok, simegen várom. Ki az a bűje, aki egy vadidegennek ajtót nyit és beengedi? Senki. Faszomba már. Na jó, srácok. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoy your stay. Jó éjszakát! Jó éjt! Designer, Dior, megcsillan a fasza, persze srácnak. Kérdezi, hogy mi volt szívemben, és magukat tenni járnak. Mikor a császik, alapoznak, a fiaim azt tudiban szétszidáznak. Szívunk egy nagyobb, itt apalik, elhitetik, hogy baby várnak.